Az ott még mehet is szerintem. Igen. Az egy, akkor még csak egy gyerek volt, hogy volt? Igen. Csak egy gyerekük volt, és ez egy születésnapomra kaptam. Hát nem akarom az egészet végigmutatni, de itt vannak ez a dédnagyapám, ez a nagypapám, meg annak az édesanyja. Ott van a két ikerunokám, akik már 9 évesek, az az édesanyám. Itt van a, itt megint a másik déd szülőm, apám, másik nagyapám, másik nagyanyám, ez a szülei a feleségemnek, és itt vannak a gyerekem. Na, itt az Egri Márti. Ezt megmutatom, hogy itt legyen. Ez az Egri Márti, meg én Tafiban, ahol nekik házuk volt. Igen. Ott a húgom, anyám és a férje, mert a szüleim is elváltak. És hol van a... Ez nagyon érdekes kép. Ezt megmutatom. Ez az édesanyám és a nagypapája, az én déd nagypapám. Ez a Van Peticsnél van a Ligetben, ugyanis fiút akart a déd nagyapám. Lány sikerült. És mindig mondta, neki van egy Jankó nevű fia. És egyszer azt mondta, hogy mutasd meg. És akkor anyámat elvitte a fodrászhoz, levágatta ilyenre a haját, és elvitte a Van Peticsbe, megmondta, hogy fiút. A déd nagyanyám, meg a nagyanyám, az majdnem elvált. Kitagadták a... Mert akkor még ilyen volt, ilyen gesztusokat tettek, emberek mertek tenni. Jó, megmutattam mindent. Beengedtem az intinz, ezt még megmutatom. Ezt akkor is megmutatom. Ezt én csináltam. Ez a három házasságom, ami elhervadt, és ez a negyedik, ami mint a kagylóból a Vénusz, vagy az Afrodité, már nem tudom melyiket a kagylóból. Itt van a feleségem, a nagyfiam, a lányom és a kisfiam. Ezt a Szebeni Andris barátom csinált ezt a képet. A legjobb fotográfusok egyike volt.